A Tűr István Képző és Kutatóintézet Debreceni igazgatósága két megye, Jász-Nagykun-Szolnok, valamint Hajdú-Bihar megye területén látja el a hátrányos helyzetben élők helyi igényekre alapozott piacképes szakmára épülő képzését, továbbképzését. Szakmai előkészítettsége alapján 6 komplex teleprogramot támogatott az intézmény, valamennyit Jász-Nagykun-Szolnok megyei települések nyújtották be. Telepen élő hátrányos helyzetűeknek a támogatása, a munkaerőpiaci elhelyezkedése önmagában nem lehet sikeres, hogyha nem rendelkezik megfelelő iskolai végzettséggel, illetve szakképesítéssel. Ezért nagyon fontos, hogy kompetenciafejlesztési folyamatot támogassuk, tehát a foglalkoztatás mellett kompetenciafejlesztést is elindítsuk. De azt is látnunk kell, hogy a telepeken nagyon sok olyan krízis jellegű körülmények közepette kénytelenek felkészülni mondjuk egy másik oktatási napra, ami egészen egyszerűen kudarcra készteti ezt a folyamatot, tehát a lakhatási körülmények, a krízis jellegű lakhatási körülményeket mindenképpen meg kell szüntetni, ahhoz, hogy a kompetenciafejlesztés és a foglalkoztathatóság az biztosítva legyen. És emellett nagyon fontos, éppen ezekből a lakhatási körülményekből adódóan a megromlott egészségügyi állapotnak a javítása, tehát egészségügy, lakhatás, kompetenciafejlesztés, illetve a foglalkoztatás, ez 4 alapterület, és leginkább ez egyéni szintű fejlesztést jelent, ami mellett nagyon fontos még az 5. terület, a közösség. Tehát magának a közösségnek a felkészítése, a telepen élő közösségről beszélek, az integrációs folyamatra való felkészítése. Tehát ez az 5 terület, amin párhuzamos, egyidejű, összehangolt akciókra van szükség ahhoz, hogy egy teleprogram sikeres legyen. Ettől várunk tartós eredményeket. A TKKI Országos Módszertani Eszközkészlete tartalmazta mindazt a lehetőséget, amely a különböző települések különböző fejlesztési igényeit biztosították a komplex teleprogram megvalósítása során. A projektfejlesztés azonban folyamatos. Az elmúlt időszakban lezajlott, illetve még le nem zárt komplex teleprogramok tapasztalatai a következő projektek sikerességét segítik majd. A jó gyakorlatokat, azokat ne kelljen minden egyes periódusnál úgymond újra kitalálni, hanem egy módszertani eszköztárnak a rendelkezésére bocsátásával segítsük a következő időszaknak a pályázati eredményeit, tehát egyfajta projektgenerálási folyamatot fogunk elindítani. Ez a TAMOP 536B kiemelt módszertani projekt, aminek a keretében, tehát az ország valamennyi szegletében, az 55 teleprogramból összegyűjtjük ezeket a tapasztalatokat. Jászfényszaru 6000 fős kisváros Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Fejlődését jelentős ipari parki háttere biztosítja. Az itt letelepedett cégek a helyi és környékbeli szakképzett munkaerőt foglalkoztatják, ám piacképes képzettség nélkül itt sem válogathatnak az emberek, számukra a közmunka marad. Jászfényszaru Mária Terézia engedélyével telepedtek le a cigányok, akik egészen a múlt század közepéig tisztes tagjai voltak a helyi társadalomnak. A város történelmében több zenész dinasztiát is jegyeznek. A társadalmi változások következtében a 20. század második felére megváltozott a fényszarui roma közösség összetétele, az ezredfordulóra pedig a szegregáció jelei nyilvánvalóvá váltak. Fényszaruk keleti városrészének 2 utcájában élnek olyan helyzetben az emberek, akiknek felzárkózását segíteni kell. Aki azon a városrészen nevelkedett fel, annak az udvarában az az apárfa a legszebb, amit kisgyerekkorában látott. A szegregáció az nem attól szűnik meg, hogy földig romboljuk, hanem attól, hogy a gyerekeknek a képzése, viselkedése, szakmája, egészsége, lakáskultúrája olyanná válik, amely után már nem lehet úgy definiálni az ott élő lakost, hogy szegregátumnak a tagja. Ez mindig egy komplex problematika. Ugye az oktatástól elkezdve foglalkoztatás, különböző kompetenciák hiánya, és hát ez a program az egyetlen program, amely mindezen problémákra választ tud adni, hogyha az megfelelően van előkészítve. A program minden elemében megjelent a város integrációs törekvése. A képzések szervezésénél a nyílt munkaerőpiac igényein kívül figyelembe vették az alakuló szociális szövetkezet szükségleteit, valamint a helyi igényeket is. Horváth Nikoletta nőtársaival közösen kérte a konyhai kisegítőképzést. Most a régi kaszinó étterem is újraépült, akkor van pizzéria itt Jászfényszalon, és a Samsung gyárban vannak meleg konyhai étkeztetés,
és hogy ezzel a konyhai kisegítő tanfolyammal, hogy jobban el tudunk helyezkedni itt helyben. Összesen a szakmai és a nem szakmai képzésünkön 137 fő került bevonásra, ebből 3 fő morzsolódott le, az összes többi befejezte, aki a közfoglalkoztatásban volt, az ki tudott lépni az elsődleges munkaerőpiacra. A program révén humán szolgáltatásokat nyújtó csillagpontot alakítottak ki a szegregált városrészben, és csillagházat a város és a hátrányos helyzetben lévő településrész határán lévő téren. Itt található egy korábbi program során kiépített korszerű játszótér, és itt áll a cigány muzsikusoknak emléket állító szobor is. A közösségfejlesztés keretében kiemelt figyelmet kap a cigány hagyományok fejlesztése. A roma zenei hagyományokat a program több műfajban is ápolja. Klasszikus hegedű muzsikát is tanulhatnak a gyerekek, és a populárisabb zenés-táncos műfaj is jelen van. Eljutottunk odáig, hogy azok a gyerekek, tehát a nem cigány gyerekek most már lassan jobban tudják táncolni a cigánytáncot, mint a cigány gyerekek. Itt jársz, viszont most ez a teaháznak köszönhető, hogy adott nekünk helyet. A hozadéka, az egyik hozadéka az, hogy itt megismerkednek, barátságok kötődnek, illetve a siker, nagyon sok helyre el tudtunk menni. Szintén nagy figyelmet fordított a program az egészségvédelemre is. Ebben konzorciumi partnerként a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat segített. Az általuk szervezett szűrővizsgálatok, egészségnevelési előadások, gyermekprogramok iránt folyamatos volt az érdeklődés. A legfontosabb célunk is volt, és tapasztalatunk is ezzel egybevág, hogy az emberek fogadják el önmagukat, törődjenek önmagukkal, merjenek önmagukkal szembeállni, tükör elé állni, ismerni magukat, és ha problémájuk van, akkor tudják, hogy honnét lehet segítséget kérni, milyen módon lehet segítséget kapni. A komplex teleprogram arra jó, hogy azokat a fejlesztéseket, amiket igyekszünk a várossal megvalósítani, akkor itt a komplex teleprogramnak a résztvevői is tudjanak hozzá csatlakozni. Nagyon elkötelezettek vagyunk ennek a programnak, úgyhogy mindenféleképpen szeretnénk ezt tovább folytatni. Jászberény 26 ezer lakosú város. Van munkalehetőség, a munkanélküliség az országos átlag alatti. Az önkormányzat közfoglalkoztatási projektjében 150-200 embernek ad munkát. És 150-200-an vannak, akik halmozottan hátrányos helyzetben, rossz lakhatási körülmények között, több generáción keresztül tervek, jövőkép, munka és képzettség nélkül élnek. A városrészen belül a Faiskola utca lakóit, valamint a város határától 5 kilométerre lévő, valamikori üdülőtelepen, a Neszűr 3.-4. dűlőben lakókat érinti a komplex teleprogram. 60 főre készült fejlesztési terv. Szükség van erre. Valószínűleg azért is, mert azért ez a fajta elgondolásmentalitás, hogy dolgoznom kell ahhoz, hogy boldoguljak, nem csak ma megéljek, hanem a jövőre is legyen valamiféle nézetem, perspektívám. Ez egy valószínűleg megtanult mentalitás, a szülőktől tanulja az ember, hogyha erre nincs minta, akkor ez nehezen fog magától kialakulni. Tehát ilyen életvitelbeli programok, mintaadás is szerepel ugye ebben a programban, ebben a teleprogramos részben. Ezek azok, amiktől azt várjuk, hogy elmozduljon a helyzet. Jászberény 3. körben nyert pályázatot. A megvalósításra pontosan 1/3 ideje marad. Terveikben az egyik hangsúlyos programelem a gyermekek mentális fejlesztése, oktatási, szabadidős tevékenységeik szervezése és az ehhez kapcsolódó fizikai körülmények javítása volt. Az utóbbi 25 év legnagyobb veszteség közé én azt gondolom, hogy magyarországi cigányság tartozik. De ez a fajta roma, a rogaló közösség bomlás egyébként nem a rendszerváltásra indult meg, igazából felerősítette már az akkor zajló folyamatokat. Nincs már meg az a régi hagyomány, hogy az vissza lehet térni. Nincs meg a nyelv, nincsenek meg a klasszikus szakmák, nem lehet belőlük megélni. Új értékeket kell felfedezni, és a közösségnek magába. Egy tudatos tervezés volt, hogy először nyilván a gyerekek, ha a gyerekek megvannak az asszonyok, és ha megvannak az asszonyok, megvannak a férfiak is, tehát azért igyekeztünk ezen a vonalon haladni. Elkészült a csillagház, és a szegregátumban csillagpontot alakítanak ki. A gyerekeket az 5 kilométerre lévő Neszűrből külön busz szállítja oda-vissza a tanodai programokra. Ezek a gyerekek azok, akik a legkevesebbet kapják. Azokból a lehetőségekből, azokból az élményekből, amelyek
ma azért Magyarországon már a legtöbb ember számára elérhető. A szeretetteljes, elfogadó pedagógus légkör az nagyon sokat segített azon, hogy minket is, meg egymást is jobban el tudják fogadni. Míg a szülő nem tudja őket elvinni, nem tudja megismertetni, hogy bizonyos helyeken hogyan kell viselkedni, addig mi erre lehetőséget biztosítottunk nekik, és ezáltal az ő személyiségük is és magatartásuk is változott, fejlődött, alakult. Komplex programnak általában talán az az egyik legnagyobb része, hogy próbáljon valamilyen szinten közösséget varázsolni ezekből az emberekből, és próbáljanak egymásnak is segíteni. Arra kellene ráérezniük, hogy ők maguk is képesek feladatokat végrehajtani, ők maguk is képesek a saját életüket jobbá tenni. Az erre irányuló munkát a Várunk Alapítvány praktikus ismeretekkel segíti. Kompetenciafejlesztés, jól használható ismeretek az önellátás az önképviselt területén. A programban 35 fő képzése indult el. A személyes interjúk alapján építőipari segédmunkásokat, valamint betanított karbantartó munkásokat képeztek. A gyakorlati helyet azt itt a szolgáltató ház biztosította. Nagyon különleges együttműködés alakult ki, hogy a TKK, mint a képzést megvalósító, az önkormányzat, mint az ingatlan tulajdonosa és főpályázó, illetve az ingatlan felújításában résztvevő vállalkozó kötöttek egy együttműködési megállapodást, tehát a vállalkozó emberei mellett a képzésen résztvevő tanulók a gyakorlat feladatokat itt tudták elvégezni, festettek, burkoltak, vakoltak, illetve egy-két bútort is sikerült ide építeniük, kerékpártárolót, kerti kiülőt, ez mind az ő kezük munkája. Ebben a programban ezek most elindultak, létesítmények létesültek, tehát fizikai bázisuk megvan, és az ide vonatkozó gondolat, program, cselekvés elindult. Jászladány a hátrányos helyzetű jászság, halmozottan hátrányos helyzetű települése. 5800 fő lakja, 40%-uk roma származású. A munkanélküliség 18%. A városban egy 300 embert foglalkoztató munkáltató van, emellett pedig az önkormányzat közfoglalkoztatásban tud további 300 embernek munkát adni. A cigány családokat a 60-as, 70-es években telepítették Jászladányba. Az egyik szegregált település rész a Bem utca, mintegy 300-400 lakossal. A komplex teleprogramba 109 főt vontak be. Közülük 60 főre készült egyéni gondozási és fejlesztési terv. Jászladány szakmai csapata azok közé tartozik, akik szinergiában gondolkoznak. A rendelkezésre álló felzárkózási programok kedvező kombinációjával dolgoznak, s a tervek mindig egy kicsit az aktuális program lehetőségeken túlmutatnak. A komplex teleprogramot is már egy korábbi pályázat eredményeire tervezték. Két képzést indítottunk még megelőzően a teleprogram szakmai képzéseit, így a teleprogramnak a képzései, szakmai felkészítései már kész csoportok várták. Kompetenciafejlesztés, csapatépítés, álláskeresési technikák, jövőtervezés és motiválás. Ez volt a feladata az Impulzus Egyesületnek, mint konzorciumi partnernek. Óriási erő rejlik egy csoportban, egy csapatban, hogy hogyan segítik egymást, megtanulnak együttműködni, megtanulnak kompromisszumokat kötni. A motiválás is sokkal könnyebb, hogyha a csoport együtt tud dolgozni. Kiemelt célja volt a projektnek, hogy fiatal felnőttek szerezzenek képesítést. A riport összeállítás felvételekor még folyt a képzés. 12 hölgy háztáji növénytermesztést és tartósítást tanult. A képzés helyszíne a program keretében felújított szolgáltatóház. Ez ilyen növénytermesztés, és majd otthon a családomnak kis kertet, és akkor tudok belevetni nekik minden jót, amit otthon bírok hasznosítani utána. A betanított kőműves és festő végzettséget 13 férfi szerezte meg. Közülük 7-en el is helyezkedtek a nyílt munkaerőpiacon. 3-an közfoglalkoztatásban. A közmunkaprogram mellett iskolába járnak tovább, és már sikerült egy olyan képzésbe betenni ezeket a fiatalokat, akik OKS képzést fognak majd kapni. 5 bérlakásnak a felújítását tudtuk megvalósítani. Az 5 bérlakás felújítását részben a betanított képzésben résztvevő fiatalok kezdték el, ők munkahelyszintű képzést kaptak ott, saját maguk végezték
a bontási munkákat, az építési munkákat, a csempézést, a falazást, tehát az alaptevékenységeket megtanulták. Itt alakítják ki a csillagpontot is, a felújított fürdőszobás lakásokba pedig fiatal, jövedelemmel rendelkező telepi párok költözhetnek majd, akiket a kártyás villanyóra is segít a családi költségvetés helyes kialakításában. A foglalkoztatás egy olyan feladat még, ami nyitott kapu. Ezért megpróbáltunk egy alternatív foglalkoztatási lehetőséget kidolgozni, illetve olyan képzést hozni az olyan érdeklődők számára, akik valamit tenni akarnak a sorsuk jobbításáért, ezért szociális szövetkezeti tanfolyamot indítottunk. 15 fő vett részt elméleti képzésben, és 15 fő vett részt betanított varrói képzésben. Ami majd a szövetkezet megalakulása után önfenntartó kis részként működhet a telepen élők körében. Hogy ezt még jobban megerősítsük, 4 fővel részt vettünk Mezőtúron a Népfőiskola kezdeményezésében a szociális szövetkezetekről tartott kurzuson, ahol erről kis tanúsítványt kaptak az ott megjelent hallgatók, és őrájuk már számítunk azzal, hogy az új szociális szövetkezet megalapításánál alapító tagok lesznek. Készült a Tűr István Képző és Kutatóintézet megbízásából, a Széchenyi 2020 támogatásával.